Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol szinte már azt mondhatom, hogy természetesen itt van velem Bence is. Sziasztok! És elérkeztünk a következő részéhez a kis füllentős sorozatunknak, amiben megint csak fel fogjuk fedni a lányok lassan nem is titkos füllentéseit. Igen, tehát szerintem nem tudom, mikor lesz ezeknek a párkapcsolatos videóknak vége, de egy, aki meg fogja nézni az egész sorozatunkat, amit kiraktunk, hallod, így fogja felszedni a csajokat, tehát az én esetemben a fiúk. Tehát, hogy meglátják, tudják már, mik a füllentések, miket titkolnak, minden sorozat lelepezi a nőket nálunk az én csatornámon. Így is van. És az az igazság, hogy az első fordulót megint csak azt mondhatom, hogy lájtosra vettük, de a másodiknál kezdünk kicsit bedurulni, és nem nagyon tudtam visszafojtani az érzelmeimet a válogatás közben, és hangosan nevettem. Úgyhogy remélem, hogy te is és ti is fogtok, úgyhogy ajánlom, hogy kezdjünk bele, és hogyha tetszik a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, ezzel tudjátok kimutatni, hogy mennyire tetszik, és szeretnétek, hogy folytassuk, úgyhogy kezdjünk bele. Illetve Rebekkánál már kint van ugye a rész és nálam is, pótoljátok be ezeket. A reklámfelelőst hallhattátok. Illetve az új enjoyos, enjoyos tokok kaphatóak a Lambox oldalán. Nyelvkinyújtós, éppen tüsszentős, de van éppen olyan is, amin másképp van, és tök jók ütésállók. Eltörtem a térdem. Ezt ne csináld. Jó kemények a Lambox tokok. Vegyétek. Áú. Azt se tudom, hogy hol kezdjem. Az elején próbáljuk meg. Jaj, nem bírom. Miért csináljuk ezt? Megint rögni fogok. Nem baj. Kapcsolat... De az a baj, hogy annyira viccesek vagytok, hogy a megfogalmazással van itt probléma. Aha. Nem magával, amit írtok. Nem bírom. Kapcsolat elején pont. Azt mondom, kimegyek pisilni, miközben rám jött a cifrafos. Csajok? De a csajok nem... Vagy igen? Epret, meg epergyúzt. Úristen, haladjunk tovább, ez nagyon kínos. Epret! Hát már nem. Jöhet a kis kamus, miszerint... Van, hogy beadom, hogy rosszul érzem magam, csak hogy a kedvemre tegyem. De ezt te sosem... Vagy igen? Nem. Le vagyok foglalva azzal, hogy kiszolgáljalak. Mondjuk lehet, hogy ez jogos. Igen. De én legalábbis sosem szoktam. Mit színlelni, hogy rosszul vagy? Hát, hogy... Álljunk már meg, hogy szoktam volna? Az orrodon látom, hogy mikor színleled. Mert mit csinálok az orrommal? Az volt a lényeg, hogy meg se kell mozduljál és szólaljál ahhoz, hogy lássam rajtad. De hogy is ez hülyeség, sosem szoktam színlelni mindig. Nagyon rosszul vagyok. Tegyél próbára. Tegyelek próbára. Áú, most hogy így mondtad. Ezt viszont rendszeresen szoktam csinálni. Na hát halljuk, most leleplezed magadon. Eljátszom, hogy álmos vagyok, csak azért, mert tudom, hogy ő igen, és feküdjünk le hamarabb. Ezt egyébként annyira tudtam. Hát persze, hogy tudtam. Mert a 50%-ba az eseteknél elmondod, hogy hát te nem. Tehát megszoktam, hogy te sose vagy álmos. És valahogy ezt tudtam tudat alatt, hogy basszus, te tuti, hogy csak bekamuzod, hogy álmos vagy. Az az igazság, hogy szupererőm van, ami kimerül abba, hogy ahogy a fejem eléri a párnát, elalszom. Igen, én meg, aki egyébként ténylegesen álmos, nem forgolódik másfél órát. Á, dehogy. Á, dehogy. Viszont itt van a különbség kettőnk közt, ugyanis ha Dezső Bence nem tud elaludni, akkor én se alszom. Hát nem. Nem logikus? Kitartasz a pasid mellett, az élettársad mellett, és ott vagy, és azt mondod, hogy nem tudsz aludni? Segítek. Ha szökő évente egyszer Rebeka nem tud elaludni, és mondjuk nézze még sorozatot, vagy beszélgetne, vagy bármi, mit vesz észre 5 perc múlva? Egy horkoló Dezső Bencét. Én... Nyitott szájjal, folyó nyállal. Én... Tudod, hogy igaz? De könnyeztem. Nem szoktam se horkolni, a nyálam se folyik. Én nagyon aranyosan alszom. Nem?
Igen, na, de attól még horkolsz és folyik a nyelv. Dehogy is, ez kamasz, ne higgyétek el. Azt hittem az igazat mondjuk. Ezen nagyon nevettem, ugyanis nem is tudom, pár videóval ezelőtt Bencénél, az egyik 24 órás... Live-odnál? Nem. Milyen 24 órás live-omnál? Hát a buliba. Amikor mindenre igent mondtam neked, kellett ezt csináljam, és most már tudom, hogy milyen nehéz, úgyhogy le a kalappal előtted. Felhív a barátom, hogy Mizu, én meg eljátszom, hogy nincs vétel, mert épp a barátnőimnél vagyok. Le a kalappal, hogyha te ezt rendszeresen tudod csinálni. De ezt hogy kell rendesen csinálni? Te szerintem láttátok már az elmúlt két évben, volt egy pár videónk, amiben ezt próbáltuk bejátszani, és hát próbáltuk bejátszani, de hát Rebecca, ő ebben profi, mert hogy velem szemben te nem neveted el magad, én meg bármi van. Ilyen szánál vagy. Mint egy cserkész kislány úgy visongsz. Hát kb. Igen. Nagyon rossz vagyok ebbe, de ez is egyébként amellett van, hogy mennyire csodás élettárs és pár vagyok. Mert nem tudok ilyeneket csinálni. Én őszinte vagyok, odaadó, mondjuk egy kicsit zavarba hoz az, hogy te ebbe profi vagy. Te sose. Mindjárt visszahívlak. Milyen volt, Bence? Milyen volt? Jó volt. Oké, mehet még egyszer. Tehát, hogy én ezzel szemben semmi. Ez nem igaz. Egyszer csináltam, és akkor is majdnem megfulladtam. Nem, a Post Challenge-be is én kellett. Te full kúsba voltál, én meg... De nekem ez a bajom. Jó voltam? Csináljam meg. Olyan hangok jönnek ki belőle néha, hogy el se hinnétek. Akárki vagy, imádlak. Ha már csináltam róla vagy 100 képet, és elegem van, akkor mindig mondom, hogy ez jó! Ugye nem ismertél magadra? Nem, dehogy! Én nekem ez a legnagyobb félelmem, hogy Rebecca, amikor csinálja az Insta képeimet, én tényleg komolyan kikérem a véleményét, mert hogy fontos, hogy mit gondolsz, te vagy a barátnőm, neked kell tetszek. De mégiscsak azt szeretném, hogy a nagy közönség felé is. Na, olyan vagyok. És te általában mindegyikre azt mondod, hogy ez jó, de hogy ez is jó. Nem, oké. Tegyük hozzá, hogy emberünk nagyon profi, és tényleg mindent tök szán csinál, de fotózkodni annyira nem tud. Ki? Te. Menj már, dehogy is. Nézzétek meg az Instámat, kövessetek meg. Az Insta képei jók, mert van egy jó... igazgatója, aki mondja, aha, hogy mit, hogy. Persze. És általában, hogyha hallgat rám és azt csinálja, amit megbeszélünk, akkor az első öt képből van valami jó, ami tényleg jó, de nyilván az neki nem tetszik. Igen. Úgyhogy aztán kell még róla 500-at csinálni, ami rosszabbnál rosszabb lesz. A végén olyan fel van, de liter tej. De a lényeg az, hogy igen, eljön az a pont a lányoknál is, amikor az van, hogy ez a legjobb. Soha nem volt még jobb, és megvan a kép. Ez annyira... Tehát, hogy vannak dolgok, amiket tényleg nem akarok megérteni a nőkkel kapcsolatban, és így váratlanul jönnek. Nézzük vissza az Instánkat. Igen. Hogy a te legutóbbi 20 képedből mennyit csináltam én, és az enyémből mennyit csináltál te? Az utolsó három képemet állványról telefon vezérléssel fotóztam. Miért, amikor megkérsz, nem segítek? Kérdezem. De igen, na, de türelmetlen vagy. Ez most egy vita? Senki sem tökéletes. Ó, de cumi vagy. Van jobb. Bocs, hogy élek. Imádlak. Jaj, mi volt? Abban, hogy nem szeretem a virágokat, pedig szeretném. Szedjétek össze magatokat, és vegyetek virágot a nőknek, ne karantén idején, mert el se tudod vinni neki, hogyha nem együtt éltek. A lányok szeretik a virágot. Ha azt mondják, hogy nem, akkor is. Van olyan lány, aki azt mondja, hogy nem szereti a virágot. Hát, hogyha nem kap virágot soha, és nem tudom, azt akarja, hogy ne érezze rosszul magát a csávó, de hát ha nem vesz, akkor nyilván magától se érzi magát rosszul, de kezdek belezavarodni kicsit, de értsétek. Ne csináld már! Micsodát? Micsodát? Leveszem az orrod a helyéről. Ja, jó. Itt az orrod. Ne, ott van már! És a mai videónk sztárjához is elérkeztünk, tekintve, hogy az utolsó három
állítás tőle van. Ja, hogy ő írta egyedül? Hát az utolsó hármat, amit fel fogok olvasni, igen. Na. Hármat írt, abból hármat beolvasok. Ennyire jók? Imádom. Na jó, hadd halljuk. Nem szoktam más srácot megnézni az utcán. Inkább meg se kérdezem, hogy az így nálunk hogy van. Mit szoktak a férfiak mondani erre? Eszedbe jut-e az a híres mondat, amit erre a férfiak szoktak mondani? Hogy mi se nézzük meg a csajokat? Nem. Vagy mi? Mi a híres mondat? Mindent a általában, semmit a kéznek. Általában a nős férfiak szokták ezt mondani. Hűséget fogadtam, nem vakságot. He? Miért én vak vagyok csőlátásban, mint a lovak? Igen. Szoktál nézni képen? Persze, hogy szoktam. Hát azt minek nézed? Kozmetikai szemmel nyilván csak, hogy... Persze, nézem a bőrüket. Igen. Ha megkérdezi, hogy jó lett-e az új haja, azt mondom, hogy igen, pedig nekem mindig ugyanolyan. Ez annyira elszomorító, mert én is mindig ugyanolyan haza a fodrásztól, hogy na. És tényleg amúgy mindig ugyanolyan, de hogy mégiscsak várom azt a mindenit, micsoda változás! Ki ez a srác? Tudod, egy kicsit körbe táncol, a fiúk vágynak erre. A nők is, és legtöbb esetben ti észre se veszitek, a fodrásznál voltunk. Az megvan, a nőknél mindig. Szia, és tudod, én nyilván észre se veszem, hogy voltál fodrásznál. Na, férfi adja meg, ez zajlik le benned, hogy most mi van, most mit csináltam. Mina? És akkor a haja, ja tényleg, pont mondani akartam. Ó, tényleg, wow. Azt megvan, hogy te férfi adja. Úgy kell hazamenni, hogy ne érjen titeket csalódás, hogy na milyen a hajam, és akkor arra tuti olyan választ kaptok, hogy úristen, de jó. Hát vagy úgy kell hazamenni, hogy neked milyen napod volt, én voltam a fodrásznál, és be volt zárva. És érkezik az utolsó. Ami megint egy kis klisé, talán, de vannak még durvábbak, és a legextrábbakat azt a következő részre tartogatom, úgyhogy remélem, hogy nagyon szeretnétek. Várom. Az utolsó, nem érdekel, ha reagálnak a fiúk az Insta sztorimra, egyébként az egóm miatt nagyon jól esik. Áú. Áú, vát? Neked is van ilyen. Jaj. Jól esik, hogyha látom a DM-ekbe, hogy többen írják. Ki a tököm szokott reagálni a sztoriaidra? Alig nézik a sztoriaimat, úgyhogy senki általában. Alig pár tízezren, tényleg, alig nézik a sztoriaidat. Hát persze, hogy reagálnak rá. Jól esik. De nem csak fiúk. A visszajelzés esik jól igazából. Köszönöm nektek. Nekem is, akik ilyen tévhitekben vannak, hogy... Ilyeneket írnak a sztorim, hogy Bence, fogytál? Tök jól esik egyébként, nem szoktuk beszélni, hogy te ezek vakon vannak? Vagy több pixel kiégett a telefonon, vagy mi? De hogy amúgy nekem is jól esik, amikor írnak két évente. Te kamus! Mert mi van? Jaj, mert... Mi van? Nem szoktak írni a sztorijaidra. Sose írnak. Gondoltam. Igen. Higgyétek el neki. Úgyhogy ennyi lett volna a második részünk. Szerintem megint bővíthettük a tudásunkat. Így van. Köszönöm neked, hogy itt voltál. Hát én köszönöm az alkalmat. Egy élvezet volt. Biztos. Ma éjjel is forgolódni fog, olyan dolgokat tudtam meg, hogy... Nagyon szeretném, hogyha a harmadik részre is lenne lehetőség. Már kiválogattam párat, ami nagyon tetszett. Lehet, hogy ez egy 18 pluszos kiadás lesz egyébként. De hogyha tetszett ez a rész, és szeretnétek, hogy legyen következő, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel mind a kettőnk csatornájára, hogyha nem vagytok még, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltjük fel nektek az új videókat, ne és természetesen kövessetek minket Instán is. Illetve kint van már az első rész, itt is, most ez a második, de nálam is kint van a második. Kooperáció, crossoverek, ugráló delfinek, és a Marko Rebeka tokok továbbra is kaphatóak. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok! Olyan cukin köszönünk el együtt, nem? Mm-hmm. Egyébként!